Üdvözlöm a kedves kollégákat, hello Dentaworld, Maxim Belugrád vagyok. Kijevből közvetítem ezt az adást. Sajnos, mivel mindenki karanténban van, ezért nem tudunk élő konferenciát tartani a gyönyörű Budapesten. Így úgy döntöttünk, hogy online rendezzük meg ezt a konferenciát, és ezért a meghívásért hálásan köszönettel tartozom a szervezőknek. Ezt az előadást, amit ma tartok, a porcelán héjakról fogom tartani. Nem hagyományos szlájdokat, illetve elméleti blokkokat fogok használni, hanem egy rövid, tömör, de mégis hatékony módon szeretném ismertetni a tartalmakat. Előnyöket, hátrányokat fogok ismertetni, teljes esetbemutatásokat, fogtechnikussal való kommunikációt, preparációt, illetve élő demonstrációkat is fogok mutatni. Ezáltal minden egyes lépést meg tudnak nézni. Mindig szükséges ez a fajta hajlítási szilárdság a metszőfogaknál, amit a lítium diszilikát nyújt. Sokszor elég a földpát kerámia is. Látható a földpát kerámia, fantasztikus optikai tulajdonság, nagyon vékony héjakat lehet készíteni, illetve rétegezhető, megfelelő szín kialakítható. Gyors ellátást tesz lehetővé. Platinafólián, beágyazó anyagból készült mintán lehet elkészíteni ezeket. Sajnos a rétegzési technika meglehetősen időigényes, megfelelő vastagságot igényel a preparáció. Mamelonok, testanyag, illetve a dentin, stb. Ez, ennek a megmintázása mind helyigényes. És ezt a helyet a fogak preparálásával tudjuk leginkább biztosítani. Illetve az anyag meglehetősen gyenge bizonyos esetekben. Látható néhány szupervékony preparálás nélküli porcelán héj. Lehetőségünk van arra, hogy földpát kerámiával, héjakkal ilyen minimál invazív eseteket is ellássunk a különböző fénytörési index következtében. YouTube csatornánkon láthatnak teljes esetbemutatást ezzel kapcsolatban, technikusommal és velem, hogy hogyan készítünk ilyen restaurációkat. A Belográd Akadémia YouTube csatornán leucit erősítésű kerámia blokkokban vagy ingotokban elérhető, nagyon szép optikai tulajdonságokkal rendelkezik, egészen gyors elkészítési dinamikával rendelkezik, ugyanakkor egy egységes vastagságot szükséges biztosítani, nagyon érzékeny a preparációs dizájnra, és meglehetősen törékeny anyag. Itt van egy példaeset.